rávágott a heverőre, és szabályosan kitekelte a jobb kezemet, meg összevert. Akkor érte ütés a méhemet is. Kivették a méhemet, és az orvos hibázott, kilukasztotta a beleimet. Trombózis kaptam, naponta kétszer műtöttek, próbálták az érpályákat megnyitni. Úgyhogy ötödik alkalommal amputálták a lábamat. Ez a történet egy sérült családról szól. Otthonuk a rettegés és kiszolgáltatottság szinte révé vált. Az asszony egykori szerelme iránt már nem érez semmit. Életét a félelem járja át. A riportban szereplőket, akik ismerik a családot, névtelenül mutatjuk meg, mert élettársa a mai napig sem tudja, hová menekítették a nőt és közös gyermeküket. Annyira mélyen altattak, ahogy mondták, mesélték, és én emlékszek arra, hogy altatásban voltam, és mondta az orvos, hogy amputáljuk a lábát, és a másikat megpróbáltam mozgatni, hogy ne, és akkor mondta, még azt is hallottam az altatós nővér, hogy azt mondja, annyi altatót adtunk már neki, hogy nem igaz, és még mindig észem van. Az asszony 1994-ben eladta lakását, amit szüleitől örökölt. Hajléktalan lett. Alkoholizmusából az idegosztályon kezelték ki. Itt ismerkedett meg élettársával, aki szintén alkohol problémákkal küzdött. Az asszony nem látta rajta ennek jeleit, azon nyomban beleszeretett. Szerelem volt első látásra. Átmentem a kocsmába hozzá, hogy szóljak neki, hogy gyere haza, mert kimeszeltem, és a tévét vissza kéne rakni a helyre, meg be kéne a csatlakozót dugni. És azért vert össze, akkor, mert nem bírta elsőleg bedugni a csatlakozót. Hatóság volt hívva egy jó párszor ki, azok csak a személyigazolványomat kérték el, nem tettek semmit. Azt mondták, hogy még vér nem folyik. Hát nem tudom, hogy ez is egy milyen felfogás, mert hát annyi vér folyt, tehát hány műtéten estem keresztül ő miatta. 96-ban nem bántott, még a felfüggesztés tartott, utána, ahogy letelt rá, másnap már megvert. 97-ben megkapta, utánam 96-ban, hogy mondjam, áprilisban megkapta az ápolási díjat. 97-ben akár hányszor felvette az ápolási díjat, minden hónapban megvert. Az idén márciusban történt olyan, ahogy utólag elmeséltem, mert hogy erről is csak utólag tudtunk, hogy a gyermeket is bántotta, Zsuzsit is az édesapja, akkor viszont már rendőrt hívtak ők is. Rendőrséget meg hiába is hívtuk, csak amikor már nagyon muszáj volt, akkor. Mert megmondták, hogy még vér nem folyik, ők nem tudnak mit csinálni. És volt olyan, hogy folyt vér, akkor kikapta a zsebemből a papír zsebkendőt, vagy valami, és akkor eldugta. Ennél egy önbizonyíték. Volt ilyen jellegű bejelentés, vagy jelzés, azt talán évente egy alkalommal került el odáig, hogy rendőri intézkedést kértek volna. Hát igazából én nem tudom, hogy miért volt ilyen borzasztóan tehetetlen a szakma. Ez valahol a szakmának a csődje. Senki nem tett semmit. Attól függetlenül, hogy vagy a doktornőnek, vagy a körzeti orvosunk, mert váltották egymást, vagy az asszisztensnőnek, vagy a polgármesternek jeleztem, vagy a jegyzőnünknek, senki semmit nem tett. Megerőszakolt napokon keresztül, és volt, hogy nem bírtam felkelni, és akkor ki kellett hívni a doktornőt, hogy injekciózzon be, mert nem bírtam lábra állni. A férfi eleinte csak a nőt bántalmazta. Később a kislány arcán is elcsattant egy-két pofon. A gyermeket saját tulajdonának tekintette. Az nem tetszett én nekem nagyon, hogy a kislányt volt olyan, hogy kötelezte, már pedig közöttünk aludjon. De miért? Mert hogy mennyire szereti minden. Hát ez nem azt jelenti, hogy gyereknek lesz szeretetet, hogy mellén fektetem. Úgyhogy nyáron is oda volt a Balatonon, és utána, amikor visszajött, akkor elkezdte mondani neki, hogy jaj, de jól nézel ki, meg ez, meg az, és akkor oda költ neki feküdni közénk. Az utolsó időszakban kaptunk olyan jelzést a családsegítőtől, hogy állítólag a hölgy azt mondta, hogy a gyermeket is bántalmazta a férj, de erről mi hivatalosan nem tudunk.
Hiába van nekünk egy távoltartási törvényünk, olyan községben, ahol a rendőrség is csak időlegesen van kint, pár órára vagy esetleg riasztás esetén, hát hogy tudunk ott távoltartani bárkit is? A jogszabályok azok csak keretet adnak, ahhoz kellenek hatóságok, amelyek érvényt szereznek ezeknek a jogszabályoknak, hiszen maga a távoltartásnak, tehát ha született egy ilyen határozat, ennek a megszegése minimálisan rendbírságot vonhat maga után, azonban ennél erősebb szabadság elvonással is járhat, akár előzetesbe lehet helyezni azt a személyt, aki nem tartja be a távoltartásnak a határozatban szereplő kritériumait. Az asszonyt a családsegítő szolgálat és a rendőrség menekítette ki saját otthonából. A védett házba került, ahol egy hónapig tartózkodhatott. Gyermekével együtt most egy átmeneti otthonban laknak. Kijutási lehetőségük egy jobb élet reményében igen csekély. A védett házba mondták ki nekem, hogy innen nem igen tudok majd kimozdulni. Azt mondtam, hogy nekem nem számít, mert otthon se nagyon bírtam. De legalább a gyereket, ő megy a pénzérbe, meg ő jár bevásárolni is mindent. Legalább ő tudjon kimozdulni. Sajnos az is abban emlék, hogy 14 év alatt 6 művégtagot készítettek, és egyetlen nem volt jó még. És belekerül 400-700 ezer forintig. 2 évente cserélik, hogy trombózison volt, nem pedig érszűkület, és nem tudnak egy normálisat csinálni, nem tudom használni. Csak ha kimozdulok, akkor dísznek van. Pedig már 3 céggel csináltattam, és még soha nem sikerült. És az is borzalmas, hogy az ember látja a tévében, hogy Németországban, meg bárhol kint Ausztriában is, hogy egyszerűen simán közlekednek bot nélkül, segédeszköz nélkül, művégtagokkal, meg kerékpároznak. Nekem meg, én meg sem bírok ezekbe állni. Hogy hogy létezik ez? Ő nagyon nehéz így. Van annyi erő benne, hogyha mellette állnak a segítő szakemberek, akkor képes ő talpra állni, és képes tovább folytatni az életét, és képes örömet találni ebben, és megvannak már most a távlati céljai. Ha lehetne egy kívánsága, akkor mit kívánna saját magának? Hát, hogy a gyereknek meg tudjam adni, amit bírok. Csak hát így nagyon nehéz, és jó, nem bírok kimozdulni. Ja, tényleg még az a szerencsé, hogy a kislány, hogy így elfogad, hogy ebben ér bele. Magyarországon legalább 1 millió nőt és gyermeket érint a családon belüli erőszak. Mégis általában elhallgatás és tagadás veszi körül a témát. A bántalmazottak félnek, a kívülállók pedig az áldozatokat hibáztatják. Ez pedig nem segít, sőt, fenntartja és megerősíti az erőszakot. A családon belüli erőszak nem magánügy. Minden hónapban legalább egy nő esik áldozatául. Ha önt vagy gyermekeit bántalmazzák, joga van minden segítségre.